Nézzük a duelt. Oké, tehát van egy Demon Hunterünk, van egy Paladinunk, van egy Warriorunk, és van egy Sámánunk. Azt hiszem, hogy Warriorozzunk. Oké. Érdekes. Tehát valami lény alapú cucc kéne nekünk. De én Pirate Warriorozni akartam igazából, na mindegy. Építünk egy érdekes Pirate Warit, srácok? Építsünk. Mert mi történhet, ugye? Bár ugye az a baj, hogy pecsizünk nincs. Lény alapú Warriort. Jó, hát őt biztos betesszük, mert hogy azért mégiscsak. Teszünk egy jó Rattlegort, jó Gromást. Ez jó. Mindegyben csak egyet lehet, szomorú. Lényegében minden legendás. Leszmorkoljuk az ellenfelet, srácok? A duel számomra látottak alapján Dungeon Run, ahol nem az AI ellen játszod, de lényeg ugyanaz a semmi. Egyébként ez a helyzet, tehát hogy a duels egy kicsit aréna, egy kicsit Dungeon Run és egy kicsit létra. És ezt a három dolgot gyúrták körülbelül egybe. Úgyhogy én ezt gondolom így a Wizard duels-es dologról. Érdekes a dolog az, azt tetszik benne egyébként, hogy van ingyen játszható része, és lesz majd a rewardért játszható része, tehát ez a dolog ez egyébként nekem tetszik, hogy így simán megvan az, hogy játszhatod ingyen is így just for fun. Ha megnyerni akar, mert hogy így idő elbaszásra, vagy ilyesmire, amikor éppen az összes többi játékmódot unod, mint a szarom, úgy ezt nem tudom, miért tettem el. Jó Undertaker? Amúgy nem csinálunk valami Undertaker, de nem jó, mert ez csak plusz atak. Olyan jó lett volna a régi nerfetlen Undertaker-be rakják. Undertaker, zombi csau, win. Tehát, hogy... Patches nincs bent. Mi? Hát nincs bent. Nézzük már pirációsokat. Tettem be elég... Akkor megvagyunk. Nem vagy benne biztos, hogy ennek így ebben a formában van értelme, aztán meglátjuk. Legjobban úgy zero spell-en van, tehát neki sok értelme amúgy nincs. Ez így amúgy jó. Az Undertaker-t simán kivehetjük. Valami érték alapú dolgot akarok, de legyen ez. Mennyi fegyverem van? Így van ez? Az annyira nem jó. Hát amúgy... Lehet, hogy őt elengedem és akarunk valami... A Deathbite amúgy kiváló, de hogy... Egy csontozót biztos akarok, és kéne még valami olcsó, akkor lehet, hogy egyébként az úszt elengedhetem. És azt mondjuk, hogy akár a... Lehet, hogy a Vorex, csak a Vorexen nyer meg már drága, ugye már. Fura. A Grom amúgy nem jó, mert nem tudom bebúgatni semmivel, úgyhogy... Csináljuk így. Na, és akkor most így lényegében a Pirate Warriztunk.
Sok pirációs. Nézzük. Jó. Na nézzük. Mi lenne, ha az összes nerfet visszavonnak egy hétig? Hát, vicces lenne egy napig, aztán utána meg borzalom. Tényleg Rattlegore ellen kell egyből menni? Na nézzük. Fabrizio az ellenfelünk. Fabrizio! Sziasztok, hello mindenkinek! Wow, új játékmódus játszásra értem ide. A legjobbkor értél ide. A legjobbkor értél ide. Hát most... kimegy koraiban teljesen mindegy. Úgy sincs fegyverem. Most várhattam volna arra 3 kört, hogy az ellenfélnek lesz. Az jó. Csináljunk egy kis világítást. Na. Most átraktam a streamet itt a mellettem lévő másik monitorra. Úgyhogy most úgy tűnik, mintha nem titeket néznélek, de hogy sokkal jobban nézlek, mint eddig bármikor. Lehet, hogy amúgy a kamerát át kell raknom ide. És akkor nem tűnik annyira úgy, mintha a semmibe bámulnék, és még tovább. Na, ez így jó. Ez nem rossz egyik sem. Az jó. Csak nincs fegyver még mindig a kezemben, ez a baj. Mindegy. Két monitor? Persze, sőt, itt ugye mögöttem van egy nagy, ami tévének tűnik, de azt is be lehet kötni monitorra. Tehát azon szoktunk amúgy tévézni. De hogy lényegében az is egy nagy monitor, úgyhogy igen. De itt az asztalon eddig is az volt, csak minimálisan használtam. Az igen, Blizzard. Haha! TV! Hát, tudod, az ott mögöttem, az a nagy fekete. Az ott. A monitor az pont ugyanolyan, csak az a kis testvére. Mind a kettő Samsung, és konkrétan ugyanaz a távirányító jó hozzá, így vicces. Samsung TV. Akarom mondani, mekkora szinergia, csak le voltam némítva. Hello, na milyen az új game mód? Ezt próbáljuk kitalálni egyelőre, ilyen Fabrizio barátunkkal így birkózgatunk.
Csak hogy leüssük így az armort róla. Legmélyebb tiszteletem a józan úrnak? Ó, miért józan a gel volt? Vagy van valami sztori, amiről én lemaradtam? Ó, Feri a sárkány itt van újra. Jó lenne, nem tudna kettőt sebezni. Hello, friend! Lul. Egyelőre az agresszív stratégiánk azért így valamennyire működget. Azt a raptort! Ez elvileg letál, ahogy én nézem. Első duelsz győzelem. Sikerült azért agresszívra venni ezt a figurát, azt hiszem. A spell damage semmit nem ér. Ez nem annyira jó, úgyhogy... Ez jó. Na, Enzo's First Mate, az jó, Naga Corsair, jó Green Skin, ezek mind csodálatosak. Ezek úgy annyira nem, de ezek jók. Easy, pontosan így. Easy clap, a Pyritek mindenhol, látod? Látod, Gábor, ez csak a te kedvedért Pyrit most. Vagy valami ilyesmi. Ne, nincs sztori, csak nem lehet mindig ugyanúgy köszönteni. Szegény. Olcsóbb lényeket akarunk, hogy jó legyen a kezdés. Puff. Olcsóbb lényeket akarunk, mondta Zón. Ne! Hát mi ez? Mindegy. Tökös semmi lehet, nem láttam, hogy ideje? A tegnap esti streamen szerintem volt. Vagy a szerdain. Valamelyiken volt. Ugye okos volt megölni, hogy... Mana görményt azért így nem szeretném. Bocsánat, én dugni voltam. Hashtag családbarát. Szép. Oh, it says explode. Ne már. Rohadj meg.
Pillanat, ezek van a háttérvilágításommal. Na. Hát akkor, csináljuk már meg ezt. Szép. Ugye ő elvileg rust tud kapni. De amúgy mi van, hogyha egyszerűen csak az arcára megyünk? Tehát, hogy így... Kár, hogy lesz egy manövőr miatt, de az most kevés érdekel. Még kétszer kell arcon ütnünk. Ami elvileg meg is lesz. Miért ti nem szoktatok virágot ültetni? Nem. Ebben a formában nem. All enemy minions. Az a baj, hogy itt meg tudunk murdálni. Ez a legnagyobb problémánk. És hiába kap ő sebet, ugye? Hát muszáj ezt sajnos leütni. Ki van centízve? Akkor mindegy. Így megvan. De hogy ez milyen top deck volt már? Smaller Growl. Szép. Nekem cserpes virágok gondozása sem egy körül egy hó után kihalnak a szobámból. Szegény virágok. Kaktuszokkal próbálkoztál? Kicsit szúrósak állítólag, de... Napfény kell csak nekik, azt mondják. Ezek szarok mindig ilyen, ezeket se akarom. Ezek fegyverek, meg kalózok. Tök jók az animációk. Azt hiszem próbálkozott? Ezt most nem értem. Na mindegy. Jó DH. Hát, azt mondja, te meg honnan jöttél? Olcsó cuccokat akarok az elején. Ez nem baj, hogy ő diszkonektál. Azt ki kell coinozni következő körben. Különben baj lesz. Nyilván a doktor. Kikoinoljuk a Vorex-et, megütjük. Ha nem fagyasztja le, akkor királyok vagyunk. Hát, én meg nem fog. Jó. Az egyébként kiváló. Rossz volt a sorrend, nem amúgy maradhatott volna egy HP és elkúrtam. A rást még nem szoktam meg. Jó, ez rossz így. A kaktusszal? Ja! Lehet. Lehet, hogy a kaktusszal próbálkozott. Itt mögöttem van növény, szerintem... Nem látszik mindegy. Szóval, hogy mögöttem van növény, az előző lakásból hoztuk magunkkal. Az elég kedves.
vigyázunk rá, meg minden. Dodika sem csinál vele semmi rosszat, úgyhogy így tök jól el vagyunk vele. Jó, az rendben van amúgy. Ez kimegy, és akkor így haladunk tovább szerintem. Amúgy rossz a sorrend ismételten. Nem figyelek. Nem is kell öntözni, mert mű. Nem, nekünk van nem művirágunk, és tök jól viselkedik. Jó. Chat megint érdekesebb, mint a meccs. Egyébként rájöttem, hogy a BG ezért jobb, mert így általában történnek dolgok, itt meg várni kell. Amúgy ilyen szempontból meg most tök mindegy, hogy a kijátszási sorrend, mert így is megölte. Viszont kirakhatna valami lényt. Úgy élném. Például, ez mondjuk jó. De nem ütünk vele. Még. De valami lyukkaféle állítólag. Na. Jó, az nem baj amúgy. Itt megrásolnám egy kicsit, aztán meg rárásolunk az arcára, így ez a... Valahogy így. Erről van egy sztorim. Hello, Gömi, mi a helyzet? De tényleg? Jó, most kirakadt még egy lényt amúgy, én nagyon örülnék neki. Mert ugye akkor tudunk még egyet. Aha. Két démon van a kezében. Egy lifesteal-es fenyővel. Az nagyon szomorú amúgy. De amúgy ehhez miért silence-elte le? Ezért nem kellett volna lesz silence-en szerintem. Nem sebzünk rá, jó? De amúgy ez így jobb. Mert így most két lényem van. Oké, tud. Az egyik alkalmának vettem virágot, és tettem bele művirágot, mondom, jaj, meddig fogok szeretni, amíg el nem hervadnak a virágok. Hát három nap után én dobtam ki a művirágot, mert leléptem. Klasszik. Klasszik dream. Ezt megcsinálom. Emljünk arcra. Ugye emeltünk arcra. Teljesen mindegy, így is új is trédenél kell vele, és így is kettőt. Tehát elméletek tök mindegy. Üres asztalt csinál, akkor meg a Troublemakerrel egyszerűen csak. Ez baj. Ez problémás, ez nagyon-nagyon problémás. Azt megüti... Hát nem tudom. Arcra! Akkor ne! Most Europe Universalis 4-jel játszok, még két napig ingyenes. Ó, és az mit tud? Én nem... Zoom nem ismeri ilyesmi játékokat. Ha?
Wow. Mindjárt bontunk pakkot. Wow. Oké, akarunk-e bubbát? Nem biztos. Ezt nem akarom, ez viszont tetszik. Ez nem annyira tetszik. Ez inkább. Ez jó érték. Továbbra is buffolások? Továbbra is buffolások. Na menjünk. Pakbontós live, yeah! Azt mondja, ilyen reneszánsz kort a 18. századig játszódó térképes stratégiai játék, ilyen kattintgatós hülyeség, ahogy szokták ezeket a játékot hívni. Én egyébként szeretem az ilyesmit. BG Dungeon Run. Igen és nem, ez az új játékmód, ugye a Wizard Duels. Rattlegore versus Stellina. Where did you come from? Coin van nálam, úgyhogy lehet, hogy tartottam a Corcront. Majd egy főnök, nem lesz véletlen Hammer Time-ban kiegészített pakbontogató stream? Hammer Time-ban nem, de az in-game-ben valószínűleg igen. Hammer Time-osok így múltkor nem álltak olyan jól a dologhoz. Hát a múltkor, hát egy éve. Mert volt ott egy srác, aki szervezte ezek az eseményeket. És ő így elment, azt hiszem. Annyit mondtak, hogy már nem dolgoznak együtt. Beleütünk. A köfkörben ez is jó, de ez is jó. Úgyhogy igazából mindegy. Szóval, hogy Hammer Time-on nem lesz, tudom, az neked közel van. Az in-game-ben meg voltál múltkor, az nincs közel, de legalább messze. Elvileg ez amúgy jobb. Die, Landlubber, die. Most az is közelebb van? Hát figyelj. Örülök neki. Szóval, hogy in-game valószínűleg lesz, még nem írtam nekik, de ők múltkor is gyorsak voltak, meg minden, úgyhogy valószínűleg... Két meg el a villamossal? Akkor nagyon csúnya viszkizés lesz ebből, már megint úgy érzem. Azért az elég jó lény. Mert csak egy fegyvernek kéne, hogy kijöjjön, és így kiváló lenne minden. Benne van? Helyes, helyes. Az in-game merre található? Szegeden? Nem. In-game Bar and VR Arcade, és ez Budapesten a Veselényi utcában. Vagy hát legalábbis a Veselényinél. Csináljuk már meg ezt amúgy. Ez így értékre... Annyi kapitány van a kezem, hogy nem tudok velük mit kezdeni. Amire te gondolsz, az a level up. És az, az tényleg Szegeden van. Fegyvert kérek. Az egy fegyver. Sehogy se jó, ahogy...
De tudjátok mit? Majd ő trade-el. Annyi fegyver buffolásom meg agresszív dolgom van, hogy nem vagyok hajlandó trade-elni. Oda hivatalosok egy sörre Robáktól? Én is. Én mondjuk nem sörre, én streamelésre. Ez egy buff. Hát, akkor nem buffoltan játszunk, azt hiszem. Az most tetszik amúgy, de... Bocsánat, én nem streamerek, mert nem vagyok annyira menő. Én se vagyok menő. Magic is not a toy, azt mondja. Do not lose these. Szép. Az mennyire jó lesz mindjárt. Nem ütök bele. És ugye Corcronnal letálunk van. Hát na, most, de most attól, hogy vannak ilyen rajongóim, nem gondolom, tehát hogy az csúnya amúgy. Hát csak meg ne halljunk. Na, tehát ez biztos. Remélem nem misszeltem letált. Nem. Szóval attól, mert van valaki, aki elborult, és minden egyes alkalommal megpróbál valamelyik streamemre beleköpni, attól nem érzem magam el menőnek a belga. Kicsit több hajad lenni, még randizni is hívnálak. De amúgy tényleg greenskinekből, naga korzerekből és enzoc first mate-ekből fog állni a deckem? Hát mondjuk az ankár, az bevállalnám, meg kevés a fegyverem. Na hát végülis figyeljetek, elvileg 3-1 ember állunk. Zone fanatisták? Hát ez nem fanatizmus szerintem, amit a Sánc csinál, hanem az autizmus valójában a legrosszabb formája, mert lényegében szerzett. Hát hogy... Kalózok! Na látod, én is így gondolom, kalózok szíveskét. Na, illúzsa. Szép. Jaja, pontosan itt rejtőztünk. Rain az ellenfelünk neve, szép. Vlad Korzert lehet, hogy meg... De hát, mennyi fegyvere van egy Priestnek? Gondolom, zéró mindegy. Repülj, póni! Csepereg a rain. I saw you and her walking in the rain. Az mennyire jó már. Amikor Toad Steel-nek amúgy annyira nem örülök, de... Amúgy tudjátok mit? Ütünk egyet. Ütünk egy ilyet, jó? Azért mégiscsak.
Azt el lehet lopni. Tényleg rárakja? Ó, az mennyire jó lett volna amúgy. Csináljuk már meg amúgy ezt. És ütünk egyet, mert azért mégiscsak mutassuk már meg ki az uraháznak. Zozo decknél nem kell félned a virrétől, mert nincs. Hát... Na. Részigasság, de így van. Aztán ne öld már meg, kösz. És nem egy egyes lett, hanem egy kettes. Rosszul számolt a főnök. De ki tehetné valami lényt? Jó. Ó, a naga az kiváló lesz, de... Ugye van több fegyverem is, de azért... Pontosítok, minuszban. 14 év alatt lassan már megtanulhatnék írni. 14 ej. Nem akar lényt kirakni, csak egy kurva lényt. Légy szíves. Hát az nem fog kikerülni most. De az Even Mage még mindig baszó, vagy oda már nem emlékszem. Even Mage, Zozo, Even Mage. Zozo egyetlen működő deckje az Even Mage. Tényleg dupla deszt tartott a kezében, az igazi seggfej úgy. Tanítani kéne. Even. Hát igen. Even, even. Ezt lopta. Jó. Nincs ezzel baj. És egy lámpát szedett. Amúgy... Hát 50% hogy leszedjük. Akkor nem. Missed Enzot kekvé. Hát nem akartam Enzot first smite-ezni, az igazság. Aha, ez jó. De ennek tényleg egy konstruált deckje van? Tehát a csávónak egy constructed deckje van. Undorítóak a priestek. Felkiáltó jel csicska. Így van. Undorítóak a priestek egyszerűen. Ez amúgy rendben van nekem. Egyik se jó amúgy. Jó a Heroic Strike, jó. Szóval kettő lapot lehet játszani körönként. Ez van. Első... De nem az a baj, főnök. Tehát elhiszem, hogy az első 16 konstruált mindenkinek, mert én is összeraktam a deckem. De hogy tényleg ilyen fosokat kell engedni neki. Baby Rage. Egyébként 16, csak mondom. This thing is not on the faculty.
Fegyvert akarok. Ha már így greenskinem van, és féláron tudom kijátszani, akkor fegyvert akarok. Az végül is egy fegyver. Ez kimegy, és aztán megy ez. Jó lesz. Amúgy lehet, hogy ez a kettő kimegy inkább. Így. It's not a competition. De amúgy jó lenne bekussolna, nem? De most ez komoly? Kibaszott vicc amúgy. De azok a manavörmök egyébként miért mérgezők? Engem már csak ez érdekel. Eltalálhatnátok. Számomra ez a mód is olyan lesz, mint a végigjátszom egy párt, aztán off. Ez mi rendben van. Egy kis agresszívkodás. Mérgezett a manöver, lusta vagyok, patch notes-ot olvasni. Nem lett lusta, csak ebben a játékmódban. Tudod, ez most az új játékmód, a Wizard Duels. És neki ez a hős képessége. De miért lettek tehát ezt egyébként még nem értem, hogy ez... Hogy miért lett poisonous, de biztos. Jó, az biztos, hogy ezzel beleütünk, ez biztos, hogy ezzel beleütünk, ez biztos, hogy ezzel is beleütünk. Azt ki tud menni. Így, ez lehet, hogy lehetett volna másképp is. De animációs bug, nem mérgezők. Jó, mondjuk nullát sebeznek, tehát nem mehetnek mérgezők. Jó, én vagyok a sötét. Ez csak egy extra power, aztán nem mindenki, igen, én is úgy láttam. Jó, amúgy nyertünk, ha igaz. De ne már! Miért van Konof Cold-ot, te szararcú? Jó, mennyire tudunk nyerni? 6 meg 6, az 12... Várjál... Néha lító. Nekem ez bonyolult? Milyen bonyolult benne? Van 16 konstruált lapod, és ellenfelek ellen játszol, és úgy, mint a Dungeon Runokban tudsz szerezni lootot játék közben. De tudsz decket konstruálni. A 0-6-os lény azért nem öl, mert ugye nem sebez. Tehát hogy ölne? Tehát ugye a poison úgy működik, hogy amikor megsebez egy lényt, akkor öl. Hogyha 0 az atakja, tehát nem sebez, akkor nem tud ölni. Ez nem bonyolult szerintem. Group learning, azt mondja, mindegy. 4-2 az, ahol járunk egyelőre. És azok a meccsek, amelyekben hibáztam, azokat mind megnyertük, amiket szerintem jól játszottam, azokat meg elbuktuk. Ki érti ezt? Na mindegy.
Michael Gore versus Slate. Ah, let this monstrosity in. Jó lesz. Amúgy őt ki lehet tenni koraiban, nagyon korán ki lehet tenni. Őt nem, mert most ingyen van, most értem, de hogy na jó, a Death Bite-tel együtt jó második kör. Első körben valószínűleg a Coin és az Armance-ot kirakjuk. Ha kirak valamit, akkor kiváló. Tehát akkor húzunk is. Igen. Igen. Ah. Nagyon jó vagy. Nagyon jó vagy, Csoki. Coin ki kell tolni most sajnos. Négy manás retlogóra, hallod? Nulla manás, Enzo's first mate. I guess I take it. Lesz ingyenes módja, akkor nincs nyeremény, 150 gold akkor van, így van, tehát gyakorlatilag aréna árazása van, viszont lehet kazuálba is játszani. Nekem a kazuál fog menni valószínűleg, tehát hogy engem annyira nem fog érdekelni. No, azt hiszem, az megtörténik, hogy ezt kirakom. Meg azt hiszem az is, hogy ezt ütünk előbb egyet, jó? Ugye azért biztos. Így. Az Leok bácsi. Jó. Ez tuti. Ez is tuti. Van full trade-ünk? Éppen van, csak így nem tetszik a dolog. Ha beleütök, akkor csak kettőt. Ja, van sajnos. Aha. Nem baj. Tök mindig melyiket ütöm, így is úgy is meghal. Az van. Ebben nem tudtam jobbat kihozni szerintem. Rattlegore viszont így koraiban szerintem elég jó. Vagy... Csavó dupla spelljeiből élem úgy. Nagyon keményen. Én meg mondjuk, és kirakom a Troublemaker-t és nagyon jók leszünk. Az rendben van. Ügyes vagy. Jó, szóval ez egy jó... ez de jó lenne. De a következő kör. Ezt így is úgy is le akartam csapni, tehát teljesen mindegy. Nem akartam a 9-9-et megsebezni. Discover a Death Rattle Minion. Hát a legrosszabb a 2-8-es, amit ki tudsz szedni ebből. Ingyenes aréna a Dreams Come True, hát valami ilyesmi. Ja. Nincs watch time, de egyébként nulla óra, de egyébként csatornapontok vannak, a stream pedig 0 óra és 58 perc. És jössz arcra? Hát akkor gyere arcra, főnök. Jó, egy dolog biztos, wow. Hogy ez kimegy. Meg ez is biztos, hogy kimegy. Tudod, hogy ezzel arcra megyünk. És szerintem ezzel trédelhetünk egyet. Ezzel még egyszerűen csikítünk. Egy kérdésem. Pogó van? Nem tudom, viszont volt egy ilyen mém, hogy valaki írt aki Twitteren az X-árt megkvótolva, hogy the new game mode better have Pogóz. Jó ez. Zuzu meg az arénás nyeremények. No. Amúgy szerintem ebben a rotációban most nincs Pogó, viszont szerintem lesz olyan, amivel lesz. Even more duels, hát annyi pakkot kapunk, hogy hihetetlen. Na, három coin a kezünkben.
Ez amúgy jó lehet. Ez nekem jobban tetszett. Iron and Shield. Hát ezek nem. Amanibar ezek nem. Finja a... Hát ezek mind szarok. Amúgy nem lehet skippelni. Hát ezek szarok. Nem lehet olyat, hogy én nem akarom egyiket se. Jó, akkor legyen ez. Pogó nincs, de vérnyúl lesz 10 mana 1-1. És a szomszédokat sebzi. Mármint, hogy nem a szomszédok sorozatot, hanem hogy nem a vágási Ferit, meg a Lenkenénit sebzi, meg a Taki bácsit, hanem hogy a lénynek a szomszédait. Versus Rattlegor! How, how, how? How, how, how? Jó ez. Na. Okay, ez egy jó kéz. Ez az First Mate és a Taunt ingyen van. Ja. Ez az First Mate az egybe kerül, a Tauntos kettő, nem. Ez így is úgy is ki tud menni ingyen. Akkor viszont inkább a Bloodseer Corsair, egy Raider megy ki, az nagyobb a suhind. Mi? Mit csinál? Valami Destroyt láttam. Aha, szép. Az amúgy mennyire jó lesz mindjárt. Legyen akkor ez, meg ez, jó? És ütünk vele már, hogy azért mégiscsak az van, hogy az Arcanite Reaper valami. Az utolsó saját készítésű lapja lett 10 mana 1-1, csak ráraktam plusz effektemnek. Hát figyelj, Luminak is volt ilyen saját lapja ugye az előző kiengben. Azért mondjuk ő megkapta az Ultimate Hero Power-t. Azt kell, hogy mondjam. És ugyanaz a HP, mint az enyém. Szomorú. Jó. Oh, de jó lesz ez köfkörben. Gondolom ráüt Hero Power. Jaja, az így kiváló. Csak tegyél már ki valami lényt főnök. Annyira szeretném. Olyat, pont olyat. Biztos, hogy ez megtörténik. Meg ez is. Sorrendi kicsit rossz voltam úgy, de nem majd. Lehetett valami, hogy Coin Hero Power. Igen, a Coin Hero Power az nem ártott volna. Ezt én basztam el. Mert ez még belefért volna a két lénybe. És akkor most nem ütötte volna azt a szart. De mindegy, így is húz lényt. Egész jól szóval patch note a Zephyrs bekerült a BG-be, így van. Megkockáztatom, hogy Lipton kedvenc hős ez simán lehet. Új Rattlegor 4-ért? Hát figyelj. Az nem rossz. Amúgy hogy csináljuk? Ez meg ez valószínűleg ki tud menni. Írtjuk az armort, mert az jó. Most hiába pingeled bármelyiket. Ez a felbuffolt Rattlegor meg elég csúnya lesz így 4-ért szerintem. Igen. Ez nem baj, és csak. Hogy fogod ezt mindjárt sajnálni?
Az mondjuk csúnya. És bele fogja jutni a Rattle Gore-ba, hát. Nice. Ne már! Ez mekkora egy csicska? Ez így csúnya. Nem lett volna taunt, akkor nyerünk, ugyebár. És nem láttam olyan módot, ahogy ezt próbáltat volna játszani. Ugye most beleüti a Sylvan, azt elviszi. Nekem meg nem szabad charge-ot húznom. Ez fasság volt szerintem, mert nem volt szükség. Szerintem nem kellett volna. Tehát, hogy lesebezte a lényt, hogy aztán egy HP-t kapjon. Aha. Az a baj, hogy nem nagyon van olyan lényem, ami most itt elég. Az mondjuk elég jó. Ilyesmi. 7 HP. Korkon elitet kéne húznom. Egy buffolt korkon elitet ahhoz, hogy ez meglegyen. És folyamatosan gyűjti a hero power-okat. Vagy az armort, és így nem teljesen értem. Jó, kikaptunk. Tehát az előbbi taunt beszopatottam, hogy az ellenfelünk sötét. Az... Ez egy off, kettő off. Mindegy. Hát így ért véget az első duáz. Egy kibaszott taunt szopatott meg. Egyetlen egy taunt. És még fogyatékos is volt az ellenfelünk, mert a Phantom Militiából kirakhatott volna kettőt igazán.